Egész héten zajlottak a színes és változatos gyermeknapi programok az intézményben. Kozma Csapó Gabriella, vezető óvónő elmondta, a szülők nagy segítséget nyújtottak a hét megszervezésében. Hétfőn kéklámpás napok voltak, tűzoltó autó és rendőrautó látogatott az óvodába hozzánk. Nagyon szerették a gyerekek, kipróbáltak mindent, és egy kicsit betekintést nyerhettek az ő munkájukba. Kedden az egyik szülő felajánlásából fagylaltozni mehettünk. Szerdán Magic Szabi varázsolt el bennünket, csütörtökön pedig Szejfeld úri Katalin bemutatásában ismerhettük meg a méhek életét, illetve mézet is kóstolhattunk. Ma pedig az egész hetünk méltó lezárásaként egy családi napot szerveztünk, ahol a szülőkkel töltjük el közösen az egész délelőttöt, és egy játékos bemelegítő torna után együtt 10 óra éztak a gyermekeikkel, és most pedig homokvárépítő verseny, aszfaltrajz verseny és kincskeresés vette kezdetét itt az udvaron. És egy ballagú gyermekünk van itt az óvodában, 11 órától majd az ő ballagását és az évzárót is ünnepelni fog. Nagyon jó partneri viszonyt ápolunk a szülőkkel, én azt gondolom, mindenben számíthatunk rájuk, és persze ők is ránk, mi is figyelembe veszük bármilyen kérdésük adódik. A tavaly ősz óta működő Kis Szent Terész katolikus óvodában lassan befejeződik az első tanév. Egyre jobban úgy érzem, hogy egyre jobban ki tudjuk használni a szép nagy udvarunkat, a lehetőséget és a tágas csoportszobáinkat, és szeretnek ide járni a hozzánk járó gyermekek, ami számunkra a legfontosabb.